Ismét itt vagyunk, vendégünk pedig Csejdi Réka, akivel a hétvégi rajzfilm ünnepről beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mikor indult és miért ez a kezdeményezés? 7 éve indult a rajzfilm ünnep a KED animációs stúdió kezdeményezésére, és az volt az alapötlet, hogy ünnepeljük meg együtt a rajzfilmeket, hozzuk egy kicsit helyzetbe a rajzfilmet, az animációt, mint műfajt, mert óriási hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, fantasztikus alkotásokat tudhatunk magunknak, és hogy legyen egy olyan kitüntetett nap, amikor elindultunk, még csak egy napról volt szó, de most már 3 napon át ünnepeljük, de hát hogy legyen most már 3 olyan kitüntetett nap, ami szóljon az animációról, a rajzfilmekről. A gyerekeknek szólok, vagy a felnőtteknek szólok inkább, amelyikek most itt meg vannak szólítva ezen az eseményen? Ugye általában azt tapasztaljuk, hogy rajzfilmek, egyenlő gyerekek nézik a rajzfilmeket, ami természetesen így is van, és kicsit olykor elfeledkezünk arról, hogy vannak nagyon komoly művészi alkotások, amik felnőtteknek szólnak, úgyhogy idén próbáltunk a felnőttek vagy az idősebb generációknak szóló programokra is hangsúlyt helyezni, úgyhogy a közel 500 vetítésből 85 fog a felnőtteknek, vagy az idősebb korosztálynak szólni, úgyhogy ilyen szempontból egy picit kiegyenlítettem most a program. Hogy készül egy rajzfilm? Én annyira kíváncsi lett, ezt ugye régen lehetett a kis pörgető füzeteket kapni, hogy mozog, ugye ezt még meg kellett annak idején rajzolni egyesével. Ma már a számítógép egy csomó mindent számítógép. Hát ma számítógép csinálja. Pont tegnap beszélgettem erről valakivel, hogy ugye régen rajzoltak. Nagyon sok ember évekig rajzolta meg a háttereket, a figurákat, mozgatták őket. Ez bizonyos szempontból most már könnyebb, mert ugye számítógéppel tudunk mozgatni, meg színezni, meg nem tudom én milyen dolgokat csinálni, de azért ugyanúgy nagyon sok munka van emögött is. Itt is meg kell rajzolni, itt is ki kell találni, csak bizonyos technikai segítség most már a rendelkezésre. Emlegettük a klasszikusokat, én büszkén vállalom, hogy a Ludas Matyit bármikor meg tudom nézni, akármikor. Lassan azért tudom kívülről is, a szinkronhangok zseniálisak, a figurák zseniálisak, de sorolhatnánk még a nagyokat, a Vukkot vagy a többieket. Egy időben a magyar rajzfilmgyártás a világ első 5-jébe tartozott. Abszolút, a 70-es, 80-as években, amikor ugye megszülettek ezek az első híres magyar egészestés filmek, akkor tényleg az elsők között voltunk. Aztán ugye azt hiszem a rendszerváltás környékén azért a Pannonia filmstúdió felbomlott, és akkor úgy tűnt, hogy nagy nehézségekbe kerül ez az egész műfaj. De szerencsére mondhatom, hogy a műfaj él és virágzik. 3 művészeti egyetemen is tanítanak animációt, ahonnan a kijövő hallgatók nyerik meg a díjakat, tehát Bucsi Réka a filmjét Oscar-díjra jelölték, de most nyerte meg egy másik film, a Hiroshima Filmfesztivál, tehát hogy mondjam, nagyon él és virágzik ez a műfaj, nem kell féltenünk. És valaki mondjuk kifejezetten rajzfilm készítőnek szeretne tanulni, vagy hogy néz ez ki? Ugye itt ugye, aki nem ért hozzá kapásba, az jut az eszébe, hogy hát akkor irány a Disney és az a szakma csúcsa, de nem feltétlen így van ez. Mi itt a ranglétra? Én azt gondolom, hogy ugye most már azt hiszem a Momén, tehát a Moholy Nagyművészeti Egyetemen indult az első animációs képzés, és ott tényleg rajzfilmeket akartak csinálni. Ugye én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy ez egy művészeti egyetemnek a képzése, hiszen ugye a nagy alkotók is, Dargai, vagy éppen a most kiemelt szereplőként szereplő Rihli Zsolt is, ők képzőművészek, művészek, tehát és emiatt is van az, hogy a magyar rajzfilmeknek a művisége, a megrajzoltsága annyira izgalmas és annyira szép, és ez mai napig művészeti egyetemeken tanulják, ahol ugyanúgy kötelező az anatómia, a rajz, beülnek rajzolni, tehát ezek az emberek, akik rajzfilmeket készítenek, komoly rajz tudással rendelkeznek, tudnak rajzolni. Egy ünnepeltet mindenképp említsünk még meg, idén 40 éves a Kockásfülű Nyúl. Bizony. Ő a főhős? Anyag, ő az egyik főhősünk, és ennek apropóján kértük fel Rihli Zsoltot, hogy álljon a rendezvény mellé, mert ő még az a nagy mester, aki részt vett a 70-es éveknek ebben az aranykorszaknak a fantasztikus alkotásaiban, de mai napig alkot és él, és nagy örömünkre szolgál, hogy például a tavaly készített 10 részes Luther sorozatát is bemutathatjuk, és nagyon sok helyszínen vetíteni is fogják.
sokkal különböző kulisszatitkokra is fény derül. Köszönjük szépen, sok sikert! Köszönöm!